Üdvözlöm kedves barátaim, mindenkit, nagy szeretettel. Itt vagyunk Krisna völgybe, és egy pár sok érdekességet, vagy nem sok, de egy pár érdekességet szeretnék elmondani nektek röviden, egy kis kedvcsinálót. Végre megérkeztünk, majdnem, már itt vagyunk, a Krisna völgy határában. Fúj a szél, de nem baj, remélem halljátok engem tisztán. Olyan jó hazaérni, régóta nem jártam itt, és még egy pár lépés, és már átmegyünk itt a kapun, és már Krisna völgyben leszek. Igen, itt vagyunk már, Krisna völgyben megérkeztünk. Voltunk sok helyen, voltunk Szegeden másfél hónap volt, voltunk Kecskeméten, Szolnokon, akkor voltunk ezen kívül Szombathelyen is, nagyon jó programok voltak, és most végre hosszú idő után hazaértünk Krisna völgybe, ami nagyon jó, mert nagyon csodálatos, szép a természet. Ez az otthonunk, jobb hely nincs. Itt vannak az emberek, a szentek, akik követnek Istennek a törvényt, és próbálnak a könyv szerinti élni, mint a Bhagavad Gita tanít, akkor itt ez a gyakorlat, gyakorlatban van, és ez egy nagyon-nagyon jó hangulat, és nagyon csodálatos. Közben itt körbe jártam, és akkor csináltam nektek egy pár jó kis fotót, őszi képek még lesznek, amikor már piros és sárga lesz minden, most látjuk még zöld, csodálatos hangulat az egész. De, ja, és akkor itt vannak ezek az újdonságot, amit látjátok itt a falon. Itt ez a Baladev, és ez a Jagannath. Mindjárt mutatom nektek, hogy hol vannak. Itt vannak, ti már gondoltam, láttatok már Krisna völgy oldalakon. Nagyon nagy, nagyon szép, nagyon kedvező. Istennek egy transzcendentális formája. És persze, hogy már itt vagyunk Krisna völgybe, akkor be is megyünk a templomba, és most nézzük meg veletek együtt az oltárt. És még ennyit, hogy annyira ezért csodálatos a Krisna völgy, mert ahogy mondtam, itt van a lelki hangulat, lelki atmoszféra, és nagyon nagy szeretet van itteni lakók között. Itt nem csapnak be egymást, nem fogyasztanak kábítószert, alkoholt és a többi. Ezért ez egy nagyon jó, nagyon szeretem itt lenni, végre itt vagyok, itt leszek több napig, megszervezünk a dolgokat, és akkor végül persze utána majd megyünk tovább, de társulni a szentekkel, én is sok videóban mindig mondom, nagyon fontos társulás, most én is itt vagyok, és fogok társulni, és akkor lesz nekünk a lelki feltöltődés. Ez nagyon fontos. Fontos nem csak mondani, mit kell csinálni, hanem fontos ugyanakkor ezt gyakorolni is. És akkor megérkeztünk templomszobába, megnézzünk, hogy tudok-e váltani kamerát, és már is hoppá, és váltottunk kamerát, akkor hát először mindig, mikor jövünk, gyönyörű, szép, csodálatos, színes templomba, Krisna völgybe, akkor először elévünk a Srila Prabhupádhoz, aki önzetlenül hozta Krisna tudatot Amerikába, Indiából, és regisztrálta a mi mozgalmunkat, az ISKCON-t, vagy Magyarországon úgy ismert, mint MKTHK. És először neki ajánlottunk tiszteletet, és most jövünk ide a fő csodálatos oltárhoz, ahol Istennek a formáját lehet látni. Ráadásul a Sundar formája, és most nézzünk csak, tudok esetleg nektek közelíteni? Ó, és akkor kicsit közelebbről meg tudjátok nézni ezt a szépséget. Itt Krisna völgyi élet, ami nagyon-nagyon sokat segít nekünk,
elérni pozitív és jó élményeket, lelki élményeket. Itt van pont a barátom, lehet, hogy őt már ismernek sokan, akik jönnek ide vendégként, ő szokott lenni vendégvezető, pont itt gyakorol, inkább énekel Istennek a örömére. Attól a Krishna Dász, ő itt szokott énekelni, és hát nézzük még egy kicsit nektek a plafont, megmutatom, ez is nagyon jó, kézzétek el, ez egy kézzel minden. Itt minden, amit látjátok, minden kézzel van csinálva. Nagyon-nagyon szép. Látjátok. Szóval ez a Krishna völgy számunkra, a számomra is, ez egy védelem, otthon. Itt lelkileg töltődünk, és itt kapunk Krishnától és lelki tanító mestertől missziót, hogy akkor megyünk, és ezt a csodálatos lelki életet megosszunk minden kedves személlyel, aki keres Istent, és aki akar, és aki nyitott erre. Rendben, szóval itt vagyunk, megérkeztünk, otthon vagyunk, majd fogok még sokat jelentkezni. Tovább szép napot kívánok csodálatos napsütésben, kellemes hetet kívánok, és ne felejtsetek feliratkozni a csatornára, lájkolni a videót, sokat nem kérünk, és osszátok meg? Ha, akkor majd jelentkezek. Hare Krishna! Ó, nem raktam még ide a lógót, hogy elbúcsúzom a lógóval, akkor nézzünk csak, akkor mit tudunk csinálni, akkor csak így elbúcsúzom tőletek. Köszönöm szépen, és még egyszer Hare Krishna!